vagyunk egy szelíd gesztenye ültetésen, amely egy szélesebb körű közösségi projektünknek a része, a Zöld Lábnyom projektnek. Ez a projekt is egy nagyobb mozgalomnak a részét képezi, amelyet elég rég elindított a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. Pár éve a közösségi alapítvánnyal azon dolgozunk, hogy olyan új koncepciókat honosítsunk meg itt Székelyföldön is, amelyek a klímaváltozásra adnak különböző válaszokat. Sokkal melegebb, sokkal szárazabb lesz az időjárásunk, emiatt pedig olyan fafajokra van szükségünk, amik ezt hosszú távon bírják. Tehát a szelíd gesztenye az egy hosszú életű növény, akár 300-400-500 évet is megérhet. Nem csak egy szelíd gesztenyést ültetünk el és alakítunk ki, hanem gyakorlatilag a szelíd gesztenyés köré szeretnénk programokat építeni, meg közösségjavát szolgálja. Így hát bízunk benne, hogy egy adott ponton egy fesztiválnak, vagy egy piknikezésnek, vagy egy közösségi alkalomnak ez a helyszín kiváló helyszín lesz. Mostanság sok fát vágnak ki a világon. Tudjuk majd elmondani a gyermekeinknek, s akárkinek, hogy ezt megcsináltuk, és hogy tettünk valamit a földért. Erre jó visszaemlékezni, hogy valamit, amit én elültettem, azt akár az unokáimnak is meg tudom mondani. Az, hogy ezer az eleinte egy kicsit nekem soknak tűnt, de így most látom, hogy nem is olyan sok, mert lehet azért többet is elültetni egy jó fél órába. Ez megmarad nekünk, ez a falunak. Ide jövünk majd, ahogy a tiszteletes úr is mondta, majd 10-20 év múlva szelíd gesztenye fesztivált rendezni. Mi azt látjuk, hogy ha bevonjuk a gyerekeket, ők azt látják tőlünk, hogy ugyanúgy szükség van arra, hogy a közösséget kovácsoljuk. Közösen tehetünk valamit a közösségért. Én ennél jobbat el sem tudok képzelni. Nem csak az fontos elvárni, hogy mi kapjunk, vagy hogy nekünk milyen jogaink vannak, hanem az, hogy mi mit tudunk beletenni egy közösségbe, hogy mi az, amit én hozzá tudok tenni a világhoz, hogy ez a világ egy jobb hely legyen, vagy mi az, amivel másoknak tudok segíteni, amivel hozzá tudok tenni valamit a világhoz. Számunkra nagyon fontos, hogy tudatosítsuk a környezeti értékeinket, amelyek körülvesznek, hogy egy olyan generációt segítsünk felnőni, amely megtapasztalja, látja közelebbről, megismeri, hogy mi veszi őt körül, akár erdőben, akár élővilág, akár növényzet, akár állatvilág, és amely tudatosabban is figyel arra, hogy mindezt megőrizzük.